Természetes, fenntartható, önellátó, egészséges. Ezek voltak a jelszavak a Magtár téren, a Csíki Magbőrzén. A Határátlépők Egyesület és a Csíki Kiskertes Mozgalom által szervezett eseményen nem csak a magok cseréltek gazdát, sok ötletet, információt is megosztottak egymással az érdeklődők. Egy marék földet veszünk, pohárba belerakjuk, felkeverjük. A vályogos rész elkezd. A termőföld bevizsgálásáról, tavaszi előkészítéséről Ferenc Rehel kertész, az élelmiszeripar kialakulásáról, működéséről Pakot Mónika vidékfejlesztő tartott előadást. A Csíki Kiskertes Mozgalom célja ugyanis, amellett, hogy lehetőséget kíván biztosítani a magok cseréjére, a kiskertészek folyamatos oktatása, képzése is. Egyre kevesebben vannak azok, akik a magokat visszafogják, és akkor azokat ültetik újra. Ezt szeretnénk, ezt a hagyományt egy kicsit feleleveni, és ha megérzik az emberek az ízét, hátra egyre többen energiát fektetnek abba, hogy akkor ezeket a magokat megpróbálják megmenteni. A magbőrze iránti érdeklődés alapján egyre többen keresik a vegyszermentes helyi magokat. Ezt támasztja alá a vidék legkeresettebb őstermelője, magtermesztője is. Ezen a piacon minden kell, de ahogy én vettem észre, a Sakésvárosi Hozsisimákat is jártam már, mint piacon, nem bőrzére, ott bebizonyosodott, hogy inkább mind a pasztus déleséget vették ilyen korán, holott majd Szentgyörnapi alkohol vetik. A vegyszermentes tiszta magok beszerzése csak az első lépés ahhoz, hogy egészséges zöldség legyen ősszel, sok más folyamatra is oda kell figyelni. De minden megtanulható, elsajátítható. Akár a rovarok és a gyomnövények távoltartása is, vegyszerek nélkül. Permetezni mi is permetezünk. Nem vegyszerekkel, hanem csalánlével, fokhagymalével, rebarbara levél, áztatmánnyal, hasonló. Tehát, hogy igazából a természet erejével erősítjük a kertünket. Kicsivel több odafigyelést, más típusú hozzáállást, tanulást igényel a vegyszermentes kertészkedés, vallják a termesztők, de megéri. Egyrészt az egészséges táplálékért, másrészt a közös családi tevékenységért, amiben nagyon jól bevonhatók a gyermekek is.